itt verhetsz is egy jobbost, vagy várjál? De ja, itt verhetsz egy jobbost. Jó, csak azt mondd már, hogy hova a picsába viszel engem megint. Most éppen jobbra. Jó, de elég volt már a szívességekből, múltkor is segítettem, pincérkedtem neked. Pincérkedtem. Emlékeztetnélek, hogy először neked kellett volna. Na, itt merre? Balra. Jó, hogy szívességet tegyek, úgyhogy jó. Ez szerintem nem számít bele. Úgyhogy ez most itt most 1-0-ba leszel. Kicsi egyenes. Na, majd én is így fogom nyomni, ugyanis mindjárt itt is vagyunk. Hol vagyunk? Tanulópályára jövünk, mert nem sokára lesz a vizsgám. Igen. És szottul át szeretnék rajta menni, úgyhogy légy szíves, András, segíts nekem egy kicsit. Hát én segítek, csak van itt kocsid, vagy valami, amivel tudsz úgy... Nem, gondoltam a tiéddel fogunk menni. Az enyémben. Hát mert kivel? Szerinted kibérelek? Ízét? Szerinted odaadom a több 10 millió forintos kocsit neked, úgy, hogy még jogsincs sincs, meg semmit sincs. Nem akarok plusz 100 000-eket kifizetni az pótvizsgára. De nem kell pótvizsgára, oda mész a vizsgabiztoshoz, adsz neki akkor meg... 30-50 ezer forintot, és simán át fogsz menni. De nincs fölös 30-50 ezer forintom, légy szíves. Kérlek, András, te vagy a legjobb sofőr itt egész Európában. Légy mondjuk, ez is igaz, így van. Hát figyelj! Neki nem fogok menni semminek. Légy szí. Maximum úgy, hogy ha az én szabályaim szerint megyünk, mindent úgy csinálsz, amit én mondok, ott van egy ekkora fékpedál, hogyha bármi baj van, azt megnyomod. Jól van, azokat már vágom, annyira hülye nem vagyok hozzá. Légy szí. Légy szí. Hogy csináljuk? Jó Isten. Na tesó, készen állsz? Százezredikre? Te megkerested gondolom a 100 000. Feliratkozóra? Nem, de amúgy ez nálad ilyen idéz? Szokás vagy micsoda? Kedves gesztus, ez az. Na. Most talált ki melyik a csengő, imádom. Bekopogok, csak ezt leveszem, ezt nem illik odaadni. Minek hozott egy ilyen virágot? Most te mit hoztál? Hát egy kicsit kreatívabb voltam szerintem, egy ilyen pálcikatól, tejbe megmártod, meg ilyen. Aha, hát ez nem tudom milyen lesz így. Kopoghatok? Aha. Jó, kedvesed, lás. Kivel a szívem hallod? Nyugi. Bátorod, jó, ne lepődj meg. Csókolom. Szevasztok, Csongikám. De örülök, hogy itt vagytok. Hoztunk virágot is. Te sokkal magasabb vagy, mint a videóban. Szokták mondani, igen. Mindegy. Virágot is hoztunk. Bencos, köszönöm szépen, de aranyosak vagytok. Na gyertek befele, jó? Na tesó! Na! Hopp, megvárjuk a mocist. Bitik, gyere ki! Vigyázz. Ha dügyek már be! Nem megyek. Saját szabályaim szerint fog menni ez az egész, ahogy mondtam. Jó? Mi? Saját szabályok szerint fog menni az egész. Látod, mit csinálok, figyeld meg. Ezt még így betolom fel. És gyere ide! Ne, Stefán! Tesó, 30 órán túl vagyok. Nem érdekel, mondtam, hogy csak úgy, ha a saját szabályaim szerint. Sok tudod emberre mit? Csináltam ezt már. Jó. Óvatosan. Meg vagy? Én meg vagyok, te meg vagy? Csak most húzd be. Azt is óvatosan. Várjál. Na. Egy picit még előrébb megy, a pedált nem ér. Zsigabá nem itt tanított a testet. Hát figyelj, Zsigabá öreg. Ez az új módszer. Fiatalok. Azt a tanulóvezetőt kicsit durrogtassuk, majd hadd hallja, hogy jövünk. Beúttal érjük, megnyomjuk neki? Én nem tudom, mit csinál, de nagyon nem jól csinálja. Látod? Mert nem ül senki ölébe. Nézzek neked, milyen hogy jól én megy. Így beiratkoznék hozzá. Hát az biztos, szedjed. Tesó, nem adott az ajándékot? Na, adott. Fiúk, fánkot sütöttem nektek. Hoppá, köszönjük szépen. Mégpedig azért, mert farsang van. Igen. Már a vége, de farsangi szezon alatt kell legalább egyszer fánkot sütni. Parancsoljatok, hogy... Köszönjük szépen. Csongi, szoktál fánkot sütni? Hát... ez jó sok.
Hadd kérdezzem már meg, hogy csak ketten tudtunk eljönni a szereplők közül. Hol vannak a többiek? Sajnos nem tudtak jönni. De ki a kedvenc a sorozatból? Hát a Csongi. Köszönöm szépen. Csongi? Igen. Hát nézem a saját csatornáját, és mi követ. De nekem is van saját csatornám. Csak tudod, mi a baj? Micsoda? Nekem legalábbis. Olyan gyorsan beszélsz, hadarsz. Lassabban beszéljél. Szokták mondani. Hogy érthető legyen. Igen. Mert akkor sokkal hatásosabb lenne, hogyha mit mondasz? Mondok, hogy mond valamit csak. Jó, megfogadom a tanácsot, köszönöm szépen. Én és köszönjük köszönöm. A fánkot. Nagyon finom. Van ám még odakint, úgyhogy egyétek. Jó. Bombom! Szkü! De várjál, de nem így kell kezdeni ezt az egészet. Most nem így tudod, hogy most így beülsz, azt pattogtat. Mert mit csináljak? Menjél ki szépen elvileg, tudsz, mit tudom én, volt pár órát, menjél ki a gumikat ellenőriz. Aztán majd úgy tovább. Na várjál, ezt ki kell nézni. Nézzél. Nagyon jó, semmi repedés. Na jó, másikat is. Megnézem, hogy nézed. Nem lapos, semmi, beszél hozzá. Semmi deformáció, jó? Nagyon jó. Mehetünk? Mindjárt. Na. Úgy. Azt mondd el, hogy... Hogy a rákba kell ezt amúgy, mert igen, nem tudok ezzel még. Be, előbb nagyon sikerült. Hát a jó gombot azt megtaláltam. Jó. Oké, okay. Húzd ki a kéziféket. Ez a? Az. Zír. Így van. Ezt húzd hátra. Jó. Jó. És most szépen azt renged fel a gázon, mert lábadat, mert automata. Beszok. Annyi. Szkü! Most jön a, most ez nagyon jó. Ez rettenetesen nagyon jó. Na, figyelj, drágám, egyél még, mert hát köszönöm van szépen. Még belőle bőven, azért van a lekvár, hogy egy kicsit megízesítsük. Eléggé tele vagyok már, de köszönöm, Csongi, nem kész. Egyél még nyugodtan, köszönöm. Egyél nyugodtan. Köszönöm. Na, ez nagyon jó ötlet, nekem is eszembe jutott, hogy rossz idő esetén egy kis házi grillezés. Nem itt a parketta van, hanem a kő van. Csak mi lett a mennyezettel? Az nem feketedik be? Nem? Mesélj csak, Bence, egy picit. Pár árnyalatot sötétedett, úgyhogy ki kell majd festeni. Ajjajajajajaj. Hát figyelj, majd a Csongi kifestelte. A Csongi többet ne fessen szerintem, mert már a házamat is elintézte teljesen. Karola? Halli, gyere be! És miért vagy ilyen csini? Megyünk este bulizni. Nem csak a fiúk mennek? Hát de, ők külön mennek, és mi is külön megyünk. Ketten. De nem, én ne, de hallod, eszét értem, annyira fáradt. De én. Gondolj már bele, Karola, ketten leszünk csajok, nem kell Dominiknak a szenvedését hallgatni, Andreasnak a hülyeségeit, és hogyha Bence elmegy nélkülem bulizni, akkor én is elmegyek nélküle. Megyünk ketten. Hú, ez ilyen visszavágós dolog. Igen, érted? Jó vagy. Na, megyünk. Készülődj össze, segítek, és aztán menjünk. Jó, oké. Okay. Jó. És másik irányba is. Ez egy kicsit közel lesz, jó? Állj meg itt, mert ne, állj meg, ne. De minek? Ez nagyon szűk. Ne, ez nagyon szűk. Csőtesem. Mit csinálsz? Hallod? Szemel. Gyere vissza, kerüld meg! Állj meg! Elvihetlek egy körre, főnök! Fia, de kicsit elkanászottál, de azért nem volt rossz tanítványod, szóval... Hát, mert tudom, vizsgáltam. Nem volt rossz, jó, most már állítsd le, jó? Na, és ezekkel mi van? Ez nyári ruha. De Karola, olyan jó idő van. És ezzel mi van? Az meg flitteres, nem úgy az alkalomhoz. Ne szívas már komolyan, de mennyire kérlek. Csinos. Kérlek. Ne már, menjünk, légy szíves. Kedvem. Mi az?
Komolyan mondom, már megint nekem küldik a brodás jelentkezéseket. Mit küldök, Miki? Gyere! De itt a laptopon. Na várjál, akkor gyorsan belépek. Na figyelj! Én igazából nem akarok jelentkezni, de meg tudnád adni az András számát. Ne! Már próbáltam neki jelentkezni az Istán. Ó, Istenem, megint, mindig! Imádják Andrást. Mindig Andrást kapja ezeket. Most gondolj bele, milyen jó lenne, hogyha Dominiknak küldenék. Igen, nem lenne ilyen foskedve állandóan. Szegény, tök jó lesne neki. Csak kiépítette magának ezt a kis suhanc imidzset, és lehet, hogy nem veszik komolyan. Mert azt hát hiszik, akkor hogy gyerek, várjál. Pedig... Meg kellene egy kicsit marketingelni, hogy tudod, úgy komolyabbnak tűnjön, és hogy lássák, hogy adjuk az el Dominiket. Jó. Igen. Benne vagyunk. Marketingeljünk Dominiknak egyet. Jókám, jó vagyok, te hogy vagy? Jó van, minden jó van. Lenéztem megint, ha tudod, hogy sokszor jövök. Fiam, majd később meghívok valamire, jó? Jó barátokat elviszem, jövök majd, jó? Gyertek a pulthoz, igen. A széket beszéltem. Na, kértek valamit? Hát valamit én nem tudom. Hát figyelj, én most így nem tudok fizetni meg az egész íző, hogy barátokkal vagyunk, vagy ilyen. Nem, mert csak így... Az úgy csak úgy el van játszva, az ilyen kis, hogy elmondjuk egymásra, de úgyse fogom meghívni, úgyse észre lesz, és nem tudom kérdezni. Vigyázni kell a pénzedre. Szóval azt jelenti, hogy Bence szépen. Te így kérdez, amit szeretnék. Én úgyse iszak meg szeretnék. Van egy követ, meg iszok. De egyébként figyelj már, haver, azért pont a pincos helyre, de tényleg kicsit alul öltöztem. Hát minimálisan. Nem az én azt. Mit kértek? Vodka Sprite-ot. Vodka Sprite-ot szeretnék. Hármat. Én Sprite-ot. Barátomnak meg egy nagyos kör. Ez amúgy mentesen. Nem, de ezt hallottam belőle. Tényleg. Érezd otthon magad, csak mérték. És oké. Mes? Igen, megy is. Várj, én ide állok. Igen. Jó, te is megvagy? Aha. Kezdhetjük? Igen. Sziasztok, én Markó, Rebeka vagyok. Sziasztok, én Karola. És egy nagyon érdekes videóval jöttünk nektek. Az itt látható Dominik barátunknak fogunk egy promó videót készíteni. Csajok, nem értjük, hogy miért nem ostromozzátok. Úgyhogy a mai videónak az a célja, hogy barátnőt találjunk Dominiknak. Egyet, kettőt, vagy több. Vagy hármat, vagy az összeset. Igen. Hány jeget kérsz? Hármat! Ez másfél. Jó volt! Kettő? Aha! És ott lehet, kapsz három és felett akciósat. Jó az úr! Gratis! Vehetem el? Várjál! Ilyen! Jaj, óvatosan, légy szíves! Köszönöm! Köszönöm! Intéztem biztosát, menjünk oda, jó? Hát, nem Na figyeljetek! Wow! Milyen? Hát így, mint egy kocsi belső. Hát igen! Motortér vagy. Hát, mint a pinci. Megvan az én helyen, figyeljet. Kis, hát ezt, kis VIP szoba. Ezt nekem találták ki. Ott nézem. Van vacsora. Ügyes vagy.
összetörtem a kalácsom. Ott van, ott is van. Meg se értem, és már összetörtem. Nem működik. Igen, halad, oda légy szíves, ne ülj le, mert a tulajjal beszéltem. Igen? És mondta, hogy valami, mit tudom én, ami fontos ember jön ide. Nem mondtam neki, hogy itt van szivarja. Akkor ülök ide. Oda, úgy jó. Én azt mondom, hogy keverjünk egy Dezső Bence féle koktélt, mit szólsz? Hogy keverjünk? Ja, várjál, majd én mutatom, hogy kell. Igen. Töltöd, igen, azt tisztán. Ezt félreteszed, és... Így van, oh. Hogy tudja. Two shots of vodka. Semmi baj. Andrész. Nem mondasz komolyan. Jó, ennyi. Nem intéztél jeget. Szólnom kell, mindjárt ezért megcsodolom. Mindenki iszi? Haver, épp olyan színét megadtam. Egészségünk. Egészségünk. Szerintem kedves, látszik az arcán. Jó, írd fel azt, akkor az első tulajdonságunk az, hogy kedves. Aztán... hát így a kép alapján szerintem írhatjuk, hogy jól áll neki a sárga, tehát ez a második jó tulajdonságunk. Én már mondtam, úgyhogy most te jössz. Jó szívű. Jó, jó. Harmadik tulajdonságunk jó szívű. Tudom! No. Ismeri az összes trash videót a neten, de tényleg az összeset. Úgyhogy ez a negyedik jó tulajdonságunk. Hallod, ez nagyon jó. Szerintem ennél több. Miért? Ennyi is. Aha. Na, Sanzi került nektek. Elképesztő. Nyomjál. Mondjuk egyedül játszik, ti meg ketten vagytok, és úgy kaptok. Ennyi, ennyi. Ez van egy jó, de akkor még én iszom az összeset. Most ki lesztek véget, figyelj. Múltkor meg fulladtál meg. Hoppá! Ez most pont nem. Nem baj. Lássuk, Andreas, hogy tud. Lehetőség, ezzel lehetőséget. Ó, ez majdnem vett volt. Csongi, egyszerűen zseniális. Ez nagyon király amúgy. Végetek, figyelj. Az egy úgyse találsz be, hogy de, majdnem ott volt. Na, nyomja, dobsz te? Dobok egyet én. Dobd nekem, légy szívesen. Jó vagy. Melyik lesz? Béna vagy. Elnézést szeretnék kérni. Sűrű elnézést. Ez az én termem. Ezt úgy hívják, hogy VIP. De BKV bérlete nem lehet bejönni. Nem tudom, megvan ez neked. És nagyon remélem, hogy ez nem az én asztalom, ez nem az én szívem, és ez nem az én piám. Figyelj, tesó, megoldjuk, megosztjuk. Mi az, hogy tesó? Figyelj, te is egyet. Aha. Igen. Nem kell. Mondjatok nekem, várj egy picit, állítsd le a kamerát, jó? Azt ne forogjon. Mondjatok nekem egyetlen egy indokot, hogy most miért ne dobassalak ki benneteket. Nyugodjunk meg egy kicsit, légy szíves. Mi az, hogy nyugodjunk? Nincsen erre szükség. Nem kell. Mondjad te nekem egy okot, hogy miért vagy te itt. És elérkeztünk a második részhez, ahol láthatjátok, hogy jól állnak Dominiknak a szőkehajú lányok. A szőkés barnák. És a barnák is. A Dominikról tudnotok kell még azt is, hogy egy reménytelen romantikus, és éppen ezért engedjétek meg, hogy felolvassam néhány sorát az egyik dalból. Érzem, hogy fáj, érzem, hogy vége, de talán nem vetted észre, úgy érzem, telibe szólt, hol a határ. Ne, várj, azért a telibe szólt, az kicsit sok, nem? Ja, de az biztos, hogy napról napra azon dolgozik, hogy minél jobban megértse a női nemet. Tehát lányok, innentől rajtatok a sor, ostromozzátok Dominikot, küldjetek neki rengeteg üzenetet. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Sziasztok! Sziasztok. Kinyom? Uh-huh. Kinyom? Kinyom. Kinyomott mi? Ki. Na jó, figyelj, menjünk vissza szerintem. Ne. Hallod, ne? Ne. Az ne a gorillához én vissza nem megyek. Bence. Az a gorillához én vissza nem megyek. Biztos, ne. Hogy nem. Nem, kaptam üzenetet. Ami normális. Videó. Milyen videó? Bence. Srác, ezzel járok erre a helyre. Sose gondoltam. Hogy ilyen vízisikló kinézetű srácok nekem atrocitást jelentenek, és hogy nem vesznek komolyan. Ezért, hogyha végre komolyan vesztek, és számít a barátotok, akkor holnap találkozunk a Célnagyárnál, reggel 10-kor. Nincs trükközés, ezért mindenki alsógatjába, és nem szólhattok senkinek. Reggel 10-kor, Célnagyár.
Nem értem ezt, hogy most mi? De legalább megvan épségben. Most holnap megy előre. Ó, baszki. Tesó, nagyon jó helyre hoztál minket. Hát jó. Hát ez király. Nézzek például ezt, ez mi? Olyan, mint valami emeletes tömbház. Szét fogja verni a fejünk. Röhögünk, de amúgy tényleg nagyon durva. Tehát, akkor ez az ember... Mondjuk azt vágom, hogy van az a csávon. Ezt olvasd el! Az a vilfegyver? Nem tudom, hogy igaz, de ilyet már nem raknék ki szerintem. Én nem haragszom senkire, de nálam csak egyszer lehet hibázni. Szerintem a második esély olyan, mintha valakinek egy második golyót adná a kezébe, hát az elsővel nem talált el. Hashtag Albert. Hashtag nem félek. Hashtag meg egyáltalán. Sziasztok. De mi ez a... De most ez... Megpróbálom zöldre választani. Na! Wow. Visszavérezhetem mágia a levegőben. Amúgy ez egyáltalán nem úgy néz ki, mint az a cím, amit amúgy kaptunk. Hát nem, hát már picit máshova jöttünk. Remélem, beférek valahogy. Kocsid azt mondja, hogy nem. Hát a kocsid az mondja, majd azt én eldöntöm, hogy mit akar. Én nem fogok egy gyárépület, vagy mit tudom én, hova kell menni, bárki, mit tudom én, milyen ember. Oda megyünk, biciklivel. Nem fogom kárt tenni a kocsimba, vagy itt, mit tudom én. Elég volt tegnap a Dominikos. Megmutatjuk biciklivel, hogy mi igazi gangsterek vagyunk. Egyet, ki se tudok szállni? Gyere, szállj ki. Köszi, ki tudok szállni magamtól is. Én bepötyögöm a izét. A kódot. Én nagyon sokat bicikliztem ilyen erdei úton, de azt valahogy nem ilyen biciklivel. Tehát... András, szerintem itt az autóra jobban jártunk volna. De komolyra fordítva a szót, Csongi, mi legyen? Itt fog szörködni. Itt törködjek? Mi levetkőzünk Andrásszal, intézzük a piszkos munkát, és... Jó. Ha jó. Bármit látsz, esküszöm, ha verekedést, okay, figyelj. Halálesetet, akkor vagy gyere oda, és avatkozzál be, vagy hívjál valakit. Az biztos, inkább hívjad, jó? Nem annyira komolyan, hogy csak én tényleg elhiszem amúgy, hogy nagy baj van, nem tudom. Nem tudom, mire számítson. Számítson. Nincsen, de nem tudhatjuk, nem tudhatjuk. Tényleg, bármi baj van, azonnal hívjad, mert... Hol festetek egy alsó gatyába így. Amúgy? Így. Nem, már kezd nem vicces lenni, hogy így közelebb megyünk a dologhoz. Hát meg kik írját, hogy alsó gatyába menjünk oda? Nem tudom. Azért most megkérdezném, mondjuk, ja. Meg nézd meg ezt a helyszínt. Tipikus kivégző. Hát olyan helyszín. Na. Általában itt dobják le a hullákat. Jó, tesóm. Na jó, vigyázzok a cuccaitokra, figyelek. Azt kérem, sok szerencsét. És figyelek, jó? Mert rendesen egy fegyver volt a kezén a csávónak. Most mi van komoly? Azt képzeld, hogy oda megyünk, megtaláljuk őket, és előránt egy fegyvert a csávó. Figyelj, én néztem ilyen tutoriál videókat, szóval nagyjából tudom, hogy mit kell csinálni. Te jelt ott kapni, és... De most akkor te állsz a golyó elé, vagy a fegyver elé. Már poénkodni is rossz, amúgy, mert így már kezdek kicsit így. Hát már is tudom, most sírjak, vagy nevessek, de... De azt hiszem, azok ők lesznek. Élvezzük a jó időt. Inkább ne is törődjük az, hogy veszítettem. Hoppá! A két pálcások megjöttek. Ti guggoltatok valahol? Egy rendesen? Mutasd azt a sört. Nehogy rám menj. Nem mented rá? Hagyjátok meg békén. Tényleg elrabolnak. Én ezt az utolsó, aki eljön érted. Most is eljöttetek érted. Miért? Jó volt. Ezt nyugodtan rakjátok be a gatyátok, ezt focistáktól este, ezt tegyétek be. Javítani fog mindenképpen a kirézetem. Jó volt az én a... Ennyi! Na szóval, egyébként Dominik nem haragszik rám, itt van a kát, jó? Dominik, haragszol rám? Egyébként az nem volt benne, hogy fel fog engem borítani. Ez lett volna a hetedik rész, azaz az évadzáró rész. Reméljük, hogy tetszett nektek az első évad, az biztos, hogy a második évad teljesen más lesz. Ugyanis most egy teljesen kreált virágot mutattunk nektek, azt, ahogy jelenleg a YouTube működik.
Közben Csong is a háttérben megérkezett. Valami más veszi kezdetét, tartsatok velünk, hamarosan jön a második évad. Sziasztok!